Sokukat nem is ismerik. Vannak, akikről már hallottunk, és vannak, akik népszerűek, és többen már a világot is elkápráztatták tudásukkal, művészetükkel. Hősök, akik életüket áldozták a magyar szabadságért, és hősök, akik csak tették a dolgukat a mindennapokban. Iskolát, óvodát építettek, kultúrát terjesztettek, szórakoztatták a közönséget. Egy közös vonásuk van, származásuk szerint cigányok. Csak az utóbbi néhány évben kezdték kutatni a romák szerepét és részvételét az 56-os forradalom és szabadságharcban. Az elfeledett hétköznapi hősök nevei immár megismerhetőek, plakátok, kisfilmek is készülnek a halálra ítéltekről. Az Együtt Szabadon magyar cigány hősök kiállítást, ez egy rendezvénysorozat, ezt a Terrorháza Múzeum szervezi. A tágabb keret, a tágabb perspektíva az a 30 éve szabadon rendezvénysorozat, amelyik a rendszerváltoztatás évéről szól, a 89-es, 90-es, 91-es eseményekről, egészen az utolsó szovjet katona kivonulásáig. Ez a kiállítás, amelyiket most megtekinthetnek a érdeklődők Szekszárdon is, ennek az a lényege, hogy megmutatjuk a közösségnek, az egész szekszárdi közösségnek, romáknak és nem romáknak egyaránt, hogy kik azok a közös hőseink, akikre mi felnézhetünk Magyarországon. Ugyanis azt tudni kell, hogy amikor kemény helyzetek voltak Magyarországon, akkor a romák a számarányukhoz képest nagyobb arányban reprezentálták magukat, például a kommunisták elleni harcban az 56-os felkerés idején. Nem feltétlenül van-e mögött rossz indulat valakinek, egész egyszerűen nem látszik, hiszen vannak fehérbőrű romák, nem lehet mindenkiről tudni ránézés alapján. Viszont hogyha valaki ezzel foglalkozik, ezzel a témával alaposan, és megnézi, hogy honnan származnak ezek az emberek, milyen környezetből, akkor bizony kiderül, hogy Újpesten is voltak a felkelők között, illetve az országnak több más területén is. Ha megengedi, akkor például a Szabó Ilonát megemlíteném, aki 17 éves volt a harcok idején, és 4 hónapos terhes volt, amikor elesett a harcokban. A bátor lány fiatalkora ellenére komoly feladattal látták el. A Korvin közben, mint parancsnok került, és szárny alá kapott 6 fiút is. Ott volt vele Dilinkó Gábor is, Bizsú, aki az élettársa volt a lánynak. Ilonka október 28-án kapott halálos lövést, nem messze a Práter közben. Csak a kórházban derült ki, hogy akkor már 4 hónapos terhes volt. A lányt Kocosnak becézték, és ma is emlékmű őrzi nevét a Korvin közben. De 56 hősei mellett a tárlókon olyan emberek képei is megtalálhatók, akik békében szolgálták a romák felemelkedésének ügyét, vagy egyszerűen egy lakóközösség mindennapjaiért dolgoztak. Van óvodalapító, óvónő, iskola alapító. Tehát olyan emberek, akikre azt mondanánk, hogy civilek, civil hősök, akik azáltal lettek nagy emberek, hogy a munkájukat a saját hatáskörükben jól végezték el. Nem feltétlenül voltak ők abban az értelemben hősök, mindegyik, hogy fegyvert ragadott. A mindennapok hősei így van, és őket is meg kell mutatni az embereknek, mert ők azok, akikből ténylegesen a jó példa lesz a hétköznapi életben. Háborús helyzetre is kellenek jó hősök, jó példaképek, de alapvetően, hála Istennek, Magyarországon béke van, ezért olyan embereket kell megismernünk, akik a naponta azt a 10-12 órányi munkát kőkevén elvégezték hivatásszerűen, és segítettek élhetőbbé tenni ezt az országot. És ne feledkezzünk el azokról, akik muzsikájukkal felemelő pillanatokat okoztak a hallgatóságnak. Itt van példaként a kiállításon fellépő Kökény Tamás, aki a Virtuózok című zenei tehetségkutatón került a Rivaldal fénybe, és azóta a világ számos koncerttermében adatott más sikert. Nekem az egyik személyes kedvencem Cifra György, mert én is zongoráztam 9 évig, ezért nyilván én hozzám a zenészek közelebb állnak, és a zenészeken belül is, akik kifejezetten klasszikus zenét játszottak. A Cifra Györgynek eléggé aktív politikai szerepvállalása volt. 1956. október 22-én este a Zeneakadémián játszott Bartókot, aminek volt egy nagyon erős szimbolikus üzenete, óriási sikere volt, de hát megemlíthetném a Szakcsillaghatós urat, még élők között, és hát vannak olyanok, akik sajnos már az elmúlt évek során eltávoztak a körünkből, kiváló cigány zenészek, mint például a Pege Aladár, vagy a Babos Gyula, ezek remek nemzetközi hírű
muzsikusok voltak. A magyarországi romák körében sem kellően ismertek a hőseik. Nagyon fontos, hogy ne csak a ilyen kérészéltű popzenészeket ismerjék és szeressék a magyarországi romák, hanem vegyék észre azt, hogy vannak azért nekünk eléggé komoly muzsikusaink is. Ugye a Kökény úr, aki most jó úton van a felé, hogy beírja magát a magyar zenetörténetbe, sőt, hogyha kitartóan szorgalmasan dolgozik, és nem hagyja, hogy elcsábítsa őt ez a talmi világ, ez a pénzközpontú világ, hanem szorgalmasan gyakorol, ügyes, akkor a eddigi sikereit is még meg tudja duplázni, triplázni. Nagyon fontos, hogy a romák is megismerjék, kik azok a roma származású emberek ma a Magyarországon, akik sokat tettek, letettek valamit az asztalra, és akik a közösségnek a javát szolgálják.